megáll és a láb remek, előjön az a szép emlék, a két bolond, akik voltunk rég, ha lenne még egy esélyem, mindent máshogy csinálnék. Villámlik, mennydörög, nem hiszem, hogy valaha fellövök, mikor feltűnik az a régi dal, szívembe teljes a zűzavar. Horváth Baldival beszélgetek, aki ma este a New Level Empire koncerten vendégfellépőként szerepel, viszont most egy teljesen más témát fogunk taglalgatni. Szia, Baldi! Ugye egy héttel ezelőtt megjelent a legújabb videóklipetek, aminek te voltál a rendezője, és egy nagyon érdekes kollázs technikával készítettétek el a klipet. Mi volt az alapkoncepció? Ezt a technikát én nem titok, hogy nagyon, tehát láttam már máshol, meg ugye a kollázsban azért túl nagy újdonság nincs, azért ez egy jó pár éves dolog. Videoklipekben én úgy látom, hogy mostanában kezd el divatba jönni, vagy legalábbis külföldön láttam egy-két példát erre, és ez engem nagyon megfogott, de alapvetően nem arról az oldalról közelítettük meg, hogy ez most nekünk tetszik, és jönk egy ilyen technikával a klipet, hanem a dalnak a mondani valóját, vagy a dalnak a szövegét ezzel a technikával lehetett szerintem a legjobban átadni, illetve ez a dal hát most nem degradálóan fogalmazva, de picit monoton, egy diszkós, egy klub zene, és ehhez mindenképpen nagyon változatos, sokszínű képi világot szeretünk volna, hogy egy kicsit oldja ezt a diszkós, klubos hangulatát a zenének. Én megnézem a képi világot, és közben hallgatom a szöveget, akkor valamilyen nekem egyértelmű, hogy ez a te szöveged, és ez veled megtörtént valaha. Ez így van? Azt én sose szoktam elárulni, hogy melyik dalszöveg az, ami valós eseményeken történik, vagy kitalált, beleképzelem magamat egy helyzetbe. Nem tartom igazából fontosnak. Nyilvánvalóan érezhető egy dalszövegen, tehát én amikor írok egy komolyabb vagy egy szomorúbb dalszöveget, azt azért szerintem ott azért nehéz titkolni, hogy itt tényleg ennek van valós inspiráció, a saját életemből inspirálódtam. És még egy picit a klipre visszatérve, pont azért is tartottuk fontosnak, hogy amellett, hogy a dalszöveget elég sok helyen alátámasztja, hogy azért ebben nagyon sok humor is van ebben a képi világban, mert hogyha csak a szöveget megnézzük, meg a dalt meghallgatjuk, akkor azért ez egy kifejezetten szomorú dal, egy kifejezetten szomorú dalszöveg, és én azt gondolom, hogy azért a mi, hogy is mondjam, árszpolitikánkhoz, imidzsünkhöz azért mindig a pozitív végkicsengés az hozzátartozik, és azért szeretük volna humorral oldani azt a szomorúságot, ami benne van a dalban. Egy hete pont itt az akváriumon a klipszemlén mutattátok be a videóklipet. Milyen volt a visszajelzés? Hát a szakma részéről nagyon jó volt a visszajelzés, és folyamatosan nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ez filmes vagy klippes szempontból egy nagyon jól sikerült munka. Ez azért többnyire nem a zenekar vagy az én érdemem, hanem tényleg nagyon jó szakemberekkel tudtunk dolgozni, akik sokat dolgoztak ezen, és tapsoltak, és brávóztak, úgyhogy azt gondolom, hogy a szakma szereti. Ugye a rádiók nagyon szeretik a dalt, és most itt a videóklip is véleményed szerint a videóklip felérhet a dal szintjére majd? Hát ezt ugye egy hét távlatából nagyon nehéz elmondani. Most van úton igazából még csak a zenetévékben, most kerül be a videóklip. Még érdemi online promóciót sem kapott, tehát még nagyon az elején járunk. Nem tudom, ez mindig egy kiszámíthatatlan játék. Mindig egyetlen dolog van, amit tudunk, hogy mindig azokból lesz sláger, amire nem számít az ember, a sláger lesz, és soha nem számítunk arra, hogy valamiből sláger lesz. Szóval az biztos, hogy megígértétek, hogy egészen következő év tavaszáig folyamatosan minden hónapban ki szeretnétek hozni egy videóklipet vagy egy lirik videót. Ezzel hogy álltok? Nagyon jól állunk. A következő videoklipünk, ami januárban fog megjelenni, az már vastagon megy vele a munka. És a következő lirik videó, ami pedig novemberben fog megjelenni, ott meg már lassan készen van a dal, és lassan elkezdődik a felirat videónak a
munkálatai elkezdődnek. Azért azt tudni kell, hogy amikor mi lirik videóról beszélünk, akkor az szerintem a klasszikus, nagyon egyszerű lirik videónál mi mindig egy picit többet adunk bele, tehát már inkább a klipnek a határait szokták súrolni azok a lirik videók, amiket mi csinálunk. Hát ugye most jött ki októberben a régi dal, november-december határán ott két hónapot csalunk, ott ki fog jönni a következő dal, és januárban pedig a harmadik, ami videóklippel együtt érkezik. Most szinte és kizárólag csak klipekről beszéltünk élőben. Mikor hallhatunk titeket, és egyáltalán hogy fog kinézni a tavasz, vagy az őszötök és a teletek? Hát most ugye a szezonnak vége, mi egy olyan körülbelül havi egyet játszunk, és jellemzően Budapesten kívül. A következő, és ebben tudatosság is van, hogy egy kicsit a budapesti fellépéseket visszatartjuk. Igazából konkrétumot nem tudok még mondani, de valamikor február és május között szeretnénk, nem titok, hogy ezen a helyen, ahol vagyunk, egy ilyen EP bemutatószerűséget, vagy tavaszindítót, nem tudom még, hogy mi lesz az apropója. Nyilván az lesz az apropója, hogy egészen 2018 novemberében vagy októberében játszottunk utoljára nagy koncertet Budapesten, úgyhogy ez mindenképpen kellett, csak most stratégiailag úgy éreztük, mi az elmúlt egy évben azért nagyon kevés megjelenést csináltunk, ott inkább a koncerteken volt a hangsúly, most pedig úgy döntöttünk, hogy azt a munkát, amit beleszoktunk rakni egy nagy koncertnek a rendezésébe, szervezésébe, azt inkább most az új megjelenésekbe, dalokba, videóklippekbe rakjuk, és amikor ezekkel megvagyunk, és egy kicsit megnyugodtunk, akkor adunk egy nagy koncertet. Hát Boldi, köszönöm szépen, és sok sikert akkor a következő időszakra nektek. Köszönöm szépen.